Az iskolában 2 éve felújítási munkálatok zajlottak, majd tavaly egy kreatív stúdió segítségével a falfelületek egy részén Szabó Gyulának állítottak emléket, stilizált munkái és gondolatai segítségével. Most folyosót is elneveztek róla, emellett pedig van többek között Dunaszerdahely, Csallóköz, Felvidék, Erdély, édesanyanyelvünk és magyarnak lenni jó folyosó is. Úgy gondoltuk, hogy a gyerekeinkben, diákjainkban megerősítjük kicsit a magyarságtudatot ezzel is, illetve egy egészséges lokál patriotizmussal felvértezzük őket, hiszen ezeken a folyosókon az első évfolyamtól a 9. évfolyamig több százszor elhaladnak, és hogyha ezek a folyosókon képek, információk vannak, szöveg van, esztétikai érzésen kívül még információt nyújt, valamit tanul, szinte automatikusan tudatalattiába beépülnek ezek a dolgok. Csallóköz, Dunaszerdahely és magyarság, e hármas kapocs mentén gondoltuk, hogy a folyosóinkat tartalommal megtöltjük. Az ünnepélyes eseményen részt vett Szabó Haltenberger Kinga, a művész özvegye is, aki örömét fejezte ki, hogy az oktatási intézmény méltó módon ápolja Szabó Gyula emlékét.